Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Bóbori Zoltán, a székesfehérvári és általában a magyar kultúra meghatározó személyisége, egyénisége. Most azonban a kultúrát hagyjuk, illetve majd szóba kerül nyilván a beszélgetésünkkel. Szervusz! Szervusz! Jó estét kívánok! A beszélgetésünk alapja az, hogy Székesfehérvár legrangosabb kitüntetése, azt hiszem ebben mindenki egyetért velem, a díszpolgári cím, és az idei királyi napok ünnepi közgyűlésén Cserpakovics András a Szent István téren alapító királyunk szobránál tartott közgyűlésen nyújtott át ezt a kitüntetést, és az egyik kitüntetett Bóbori Zoltán. Gratulálok! Köszönöm szépen! És hát, hogy ezt a rangos kitüntetést, meg kellően zavarba is vagyok azóta is, és azt megelőzően is. Nem közhely, az, hogy rendkívül boldog vagyok, és meghatott voltam, és vagyok, hiszen az államalapító Szent István király városában, a történelmi fővárosban, az Aranybulla városában, Csitári Emil városában, és abban a városban, amelyik a 30-as évekhez hasonlóan egy nagyszerű virágkorát éli. Ennek a városnak a díszpolgára lenni az valami fantasztikus nagy elismerés és kitüntetés. Ízlelgetted ezt a szót? Mert ez nem önmagában csak egy szó. A mögöttes tartalom nagyon sokat számít. Én azt hiszem, hogy az, amit elmondtam, tehát... És rögtön hadd tegyem hozzá, és talán Cserpakovics András polgármester úr vagy a képviselő testület nem fogja rossz néven venni tőlem, de én tényleg úgy érzem, hogy én minden fehérváritól kaptam ezt a díjat. És ezért azzal a felelősséggel, amivel ez jár, azt megerősítve még meg is köszönöm minden fehérvári polgárnak. Ez rendkívül felelősséggel jár egy ilyen cím, még talán annál is nagyobb felelőssége, nem talán, hanem biztosan annál is nagyobb felelősséggel, amivel az ember idáig igyekezett szolgálni ezt a várost, és hát nagyon-nagyon bízom abban, hogy továbbra is meg tudok ennek felelni. Ha az utadról kérdezlek, hogy a lokálpatrióta vagy, és bármennyire is furcsán hangzik, amit most mondok, tudomásul kell vennünk, hogy a lokálpatrióta nem idióta. A lokálpatriotizmus az egyik legnemesebb dolog, amivel az ember felruházhatja önmagát és a gondolatait. Ezt mellékszálként jegyzem meg. Tehát lokálpatriótaként emlékezz vissza, kérlek szépen, milyen volt a te városod a kezdetekkor, hiszen egy utat kellett bejárnod ahhoz, a díszpolgári címhez vezető utat nyilvánvaló. Milyen volt egykoron az a város, amikor elkezdted a közművelődéssel való foglalatoskodást, az írást, hiszen én magam is emlékszem, hogy teljesen más volt. Teljesen más volt ez a város, és nagyon jó visszaemlékezni, tudod, például az embernek a gyerekkorára. Én az 50-es években éltem a tizedik éveimet, 56-ban 10 éves voltam, amikor az ember úgy igazából kinyílik és elkezdi szemlélni a városát. Nagyon emlékezetes dolgok ezek számomra, hiszen a belvárosban éltem, a Basa utcában, és ott olyan közösség volt és olyan emberek között éltem, akikről és akiknek az emlékeivel nekem pontos képen van arról, hogy milyen volt ez a Fehérvár. Aztán, amikor belekerültem a közéletbe viszonylag korán, mint versmondó ember, egy elsősorban az irodalmi életre gondolok, a közművelődésre, akkor egy új ablak nyílt ki erre a városra, egy új aspektusból, egy új nézőpontból láthattam ezt a várost. A lokálpatriotizmusomhoz talán hozzájárult az, hogy egyrészt fantasztikus
irodalmi élményekben volt részem már egészen fiatalon, másrészt pedig ez a korai közéletiség nagyon sok problémára, meg jellemző, nem kedvező dolgokra ráirányította a figyelmemet, amin, hát ezt ne vegyétek, vagy ne vegyék mondjuk önteltségnek, de ami segített abban, hogy erősödjek abban, hogy valamit tenni kell. És ebben nekem a versmondás, az irodalom nagyon sokat segített. Nagyon sokat segített, sőt azt mondhatom, hogy én úgy éreztem, hogy ez az a szolgálat, amivel én szolgálni tudom ezt a közösséget. Hogy alkult ki a versmondás szeretete benned? Hiszen ez is egy folyamat. Nyilvánvaló, hogy a gyermekfővel az emberfia olvas verseket, aztán vagy megszereti, vagy sem. Nálad hogy történt? Hát én azt hiszem, hogy az általános iskolai magyar tanáraimnak, magyar tanáromnak, Papné Otti néninek ebben nagyon komoly szerepe volt, hiszen hát mint minden gyerekembert azért az iskolában indítják el egy bizonyos úton, és aztán az a szokásos vers és prózamondó versenyek, amelyeken nagy élményekben volt részem már csak azért is, mert például olyan nagyszerű emberek zsűriztek akkor is, mint például Román tanár úr, és hát nagyszerű, legendás magyar tanárok, Pál Lajos tanár úr. És én azt hiszem, hogy mint nagyon sok fehérvári, egyáltalán nagyon sok versmondónak, ezek meghatározó élmények. Én csodálkozom mindig azon, hogy például a középiskolában, vagy a fiatal éveiket még versmondással töltő fiatalok közül kevesen maradnak meg. Vagy elmennek mondjuk színészi pályára, tehát tovább mennek színművészeti egyetemre, de az, hogy úgymond amatőrként vállalják ezt a versmondást, ezt az előadó művészetet, szolgálandó bizonyos dolgokat, az nagyon ritka. De és az amatőr jelen esetben semmiképpen nem pejoratív tartalmat abszolút, jelent. Abszolút nem. Annál is inkább, mert még egyszer mondom, én ugyan hivatásos előadó művészként szerepelek, de én mindig hangoztattam ezt a fajta amatőrséget, mert meggyőződésem, hogy sokkal nagyobb értéke van annak, hogyha valaki mondjuk amatőrként szolgálja a legnemesbeket, az nagyobb értéke van. Érdekes, amit mondasz, mégpedig azért, mert biztos vagyok benne, hogy a rendszerváltoztatás előtt jószerűen minden versmondó ember, legyen az amatőr vagy profi, szinte biztos, hogy ellenzéki volt. Hát igen. Máshogy nem is lehet. Hát igen, és én most döbbenek rá, hogy én miért voltam ellenzéki. Hát világos dolog, a verssel, ezt mi közösen is zsűrizünk gyakran, tehát hangoztatjuk folyton, hogy a versmondás akkor hiteles, és egy előadás akkor hiteles, hogyha az ember a saját gondolataiként, mondani valójaként adja elő, akkor minden a helyén van. Tehát azt hiszem, hogy az, aki ezt tudatosan vállalta, hogy a versmondással, az előadó művészettel milyen szolgálatot tud tenni, például a visszásságokat, a gondokat, vagy a gondokhoz miként tud hozzászólni, akkor az az ember megtalálja a helyét, meg a szerepét. Azt te is tudod, Lajos, hogy volt az a legendás látókör. Tehát olyan komoly, úgy gondolom, hogy olyan komoly, országosan elismert társadalmi lehetőségünk, felelősségünk volt ezzel, amikor hozzászólhattunk az ország ügyeihez. Tehát azt is elmondtam már itt néhányszor, hogy amikor a
80-as években a nagy ellenzéki tüntetések után vagy közben elvitték bilincsbe a tüntetőket, most nem akarok neveket mondani, hogy kiket, akik mai szereplői a politikai életnek, akkor mi a hősök terén azokat a verseket, amiket nem lehetett mondani, meg hallani, azt mi elmondtuk. Az egy olyan komoly hozzászólás volt a társadalmi problémákhoz, meg élethez, amire én végtelenül büszke vagyok. Ez egy rendkívül fontos időszak volt, hiszen ha csak az 1988-at, tehát ugrottunk az időben, nézzük, 1988, ugye itt volt az országgyűlés, és ez egy csoda év volt, a Szent István emlékév. Még tanácsrendszer volt. Ennek ellenére már a Szent István bazilikában hallottuk Bobori Zoltánt, és láttuk is, hiszen valamennyi filmemben szerepel az a versmondás, ami annyira megerősít, ugye Illyés Gyula Haza magasban volt, ha jól emlékszem. Ott mindenki tátott szájjal várta, hogy mi történik majd a következő időszakban. Az egy olyan alap volt, amire lehetett építeni. Éreztétek ti azt, hogy nagyon sokat segítettetek azoknak az embereknek, akik ugyanígy gondolkodnak, csak nem merték kimondani? Hogyne, föltétlenül, és én hihetetlen büszkén emlegetem azt, hogy a látókörnek jó rész diákok voltak a tagjai, néhányan voltunk csak, akik már ezeken az éveken túl voltunk. A látókörnek elsősorban diák tagjai azonnal azonosulni tudtak ezzel, és azonnal ráéreztek arra. Mondom, diák gyerekek voltak, másodikos, harmadikos, negyedikes gimnazisták, és azonnal teljes szívvel tudták azt végezni, amin a látókörnek volt a célja. Tehát a kinyílt értelmű fiatalokra azért nagy hatással volt ez nyilvánvaló. Nagy hatással, és még egyszer mondom, hogy le a kalappal előttük, hogy ezt így átérezték. De hadd mondjam el neked, hogy nekem fantasztikus nagy élmény volt Illyés Gyulának a Haza a magasban című verse, meg az általad emlegetett versmondás, de még ennél is frenetikusabb volt, és örök életem egyik legnagyobb élménye az, hogy amikor még az Illyésnek a nagy verse, egy mondat a zsarnokságról című verse, az még abszolút tiltott listán volt. Tehát, hogy zsarnokság van, ott zsarnokság igen, van. Igen, és ezt mi elmondtuk a Hősök terén. Pontosabban én elmondtam a Hősök terén. Itt volt akkor éppen a városban Tüskés Tibor, és utána beírta az emlékkönyvemben, hogy most hallottam először élő szóban, nagy nyilvánosság előtt szépen elmondva Illyés egy mondatát. Nekünk többször mondták annak idején egy ilyen rendezvény után, illetve nekem, hogy hát te innen nem mész haza. Tehát mindig hazajutottam, és hiába voltak ott a rendőrautók. Tulajdonképpen semmi bántás nem ért, inkább nagy elismeréseket kaptam, és egy életre szóló élmény és emlék nekem ez. És indítatás. Mindig megvolt az a pozitív megerősítés minden tettedben, hogy egyrészt kifelé magadnak is jó volt, hiszen az elveidnek megfelelően nem kellett megalkudnod, ugyanakkor jó volt a környezetednek is. Mikor kezdted mindezt leírni? Hiszen aki szépen és jól mond verset, ez most nem azért dicsérlek, mert ezt úgy is tudjuk, az nem feltétlenül biztos, hogy jól is ír. Nálad ez viszont párhuzamosan indult. De valamikor el kellett, volt olyan pillanat, amikor ez az indítatás azt mondta, hogy na most ezt le kell írnom. Hát nézd, mint mindenki, szerintem te is, diákkorában ír verseket, mondjuk leginkább az jellemző. Én is diákkoromban írtam verseket, 63-ban két versemmel nyertem a helikoni ünnepségeken, ami aztán meg is jelent a Fejlmegyei Hírlapban. De utána nem éreztem azt, hogy nekem ez a dolgom. Ott volt a versmondás, az elegendő volt. Úgy éreztem, hogy ez az én dolgom és ez a feladatom, és akkor
azt hiszem, hogy már elmondtam, itt is volt az a szégyenletes népszavazás a kettős állampolgárságról. Közben jelentek meg verseim, itt is, ott is, és elsősorban prózai írásaim, de az volt az éjszaka, amikor hát írtam egy verset, hát, hogy miért ír az ember verset. Az egy olyan állapot, hogy verset kellett írni, és én ezt annak idején elküldtem a Cigány Györgynek. Ő elvitte a Lyukasórának, megjelent ismert történet, és akkor valami fantasztikus folyamat elindult bennem. Nem tudom, általában akik költők, azok azt mondják, hogy ez egy ilyen szükségszerű, kegyelmi állapot, amikor az embernek írni kell. Így éreztem én is abban az időben. Magam is meglepődtem, hogy néhány hónap múlva a Lyukasórában a hónap költője lettem, aztán sorra jelentek meg a verseim különböző folyóiratokban, aztán a könyvek. Ez elindult valami, tudod, abból a bizonyos pályázból az ember kibontja az első lekvárt, és aztán utána már jön a többi. És mégsem vagy termékeny költő. Ez mi az oka ennek? Már abban az értelemben, hogy ahogy Román tanár úr mondaná, hogy üptre nem írsz verset. Nem mondom, volt egy időszak, amikor volt olyan éjszaka, hogy három verset írtam, amik aztán meg is jelentek, tehát nem az asztalfióknak. De valószínűleg több oka van. Egyrészt az, hogy az elmúlt éveim azok hihetetlen sok munkával telnek, és meglehetősen megterhelik az embernek az agyát, szívét, idegrendszerét, minden. De nem érzem azt, hogy én kevés verset írok. Tehát nem annyit, mint mások, akik lényegesen könnyebben írnak verset, mint én, viszont, és ez nem is egy szándékos törekvés, hanem úgy érzem, hogy ami kikívánkozik belőlem, és azt megírom, annak talán van valami szerepe, meg jelentősége, és azért használom ezt, hogy szerepe, mert én nekem meggyőződésem, hogy a költők feladata elsősorban az, hogy a közélethez hozzászóljon is. Ugye beszéltünk már a versmondásról, a versírásról, általában az irodalomról. Ugyanakkor a művelődés szervezés az, amit nem lehet kihagyni semmiképpen sem, hiszen ott volt neked a Szent István Művelődési Ház, vagy fordítva. Az egy fontos időszaka volt az életednek mindenképpen, hiszen az is valami újdonság volt, valami más. Pontosan így van. Életem nagyon szép szakaszát töltöttem ott, valóban szolgálatnak tekintve. Egy egyházmegyei művelődési intézményről van szó, ami én nekem hihetetlen távlatokat nyitott. Ma a rádióban elmondtam már, hogy abból a 17 esztendőből nekem milyen fantasztikus eredményeim vannak, és milyen fantasztikus élményeim, és mennyivel gazdagított engem az a 17 év, hogy az egész Kárpát-medencéből megismerhettem kiváló, nagyszerű embereket, írókat, költőket, tudósokat, művészeket, politikusokat, sportolókat, és ez az embernek egy olyan fantasztikus gazdagodást jelentett, amiért én nagyon hálás vagyok a jó Istennek. Ott kezdődtek egyébként a beszélgetős műsorok. Igen. Azt hiszem, hogy azokat a műsorokat soha nem fogja elfeledni senki, hiszen egyik oldalról hiánypótlóak voltak, másik oldalról olyan embereket szólítottál meg, akiket mások alig, vagy nem tudtak, vagy nem mertek, de tény, hogy mind új volt számunkra is, tehát akik rendszeresen oda jártunk, és azt hiszem, hogy itt szórakozásról nem beszélnék, mert ennek megvoltak a mélységei mindig. Hát így, ahogy mondod, remélem, hogy így van. Az intézménynek azt a
nevet adtuk, hogy a keresztény szellemiség otthona. És hát én tényleg úgy érzem, hogy ez sokaknak volt a szellemi otthona. Tudod, amikor itt arról beszélünk, hogy hány embert sikerült ide vonzani a Művelődési Házba és Fehérvárra, ide hozzánk, közénk, akkor föltétlen meg kell említeni, hogy van én nekem egy kis emlékkönyvem. Nem tudom, hogy Vaklerrel is írte bele, de azt hiszem, hogy írt már. Igen. Ami attól kezdve, ez I.S. Gyulának a Konok kikelet című kötete, amit én szorongattam a hónom alatt, amikor itt járt Fehérváron a Kodály Zoltánné. És elmondtam az egyik I.S. verset, pontosabban a bevezetéses Kodály hangverseny című verset, és utána odajött hozzám gratulálni, és hogy ő adjak papír ceruzát, mert ő szeretné ezt megköszönni. És mondtam, hogy nincs nálam se papír, se ceruza, szóval ott van magánál az a könyv. És akkor hát kerítettünk egy tollat, és nagyon szépen, nagyon kedvesen beírt ebbe az I.S. kötetbe, és attól kezdve ez nekem egy emlékkönyvem. Tehát a barátaim, a szeretteim, a vendégeink itt államfőkről, köztársasági elnökökről beszélek, kiváló sportemberekről, a magyar irodalom színejaváról, aki megfordult a Művelődési Házban, a színészekről, 200 darab beírás. Kincs a javából. Ez kincs. Tehát, és ez nem csak az én kincsem, hanem ez egy kultúrtörténeti dokumentum már. Hát egyszer, hogyha majd valakinek eszébe jut, meg a Jóisten is azt akarja, akkor valaki válogat ezekből a beírásokból, persze, ami csak nekem ekkora érték, de fantasztikus érték. No, irodalom, művelődés szervezés, és akkor térjünk vissza az irodalomhoz. Székesfehérvár rangos irodalmi közélettel rendelkezik, ez így volt mindig is, és a mozgatórugója mindenképpen a Vörösmarty Társaság. A Vörösmarty Társaság első számú vezetője, azt mondom, hogy minden titkok tudója egyik oldalról, és hatással van az irodalmi közéletre, költőkre, írókra, képzőművészekre, általában minden, ami megjelenik, hiszen az általa képviselt elvek, azok irányítanak. És ahol jó azzal tisztában lenni, hogy a többiek miként gondolkodnak, és nincs is ezzel semmi gond. Hogy jött a Vörösmarty Társaság elnöksége? Hát én be kell vallanom, hogy először is nagyon meglepett, amikor az én nevem először szóba került a megválasztásom előtt már egy esztendővel, amit én ezt túlságosan nagy feladatnak és olyan megtiszteltetésnek éreztem, amit én akkor úgy gondoltam, hogy ezt nem fogadom el. Ez egy évvel volt a megválasztásom előtt. Aztán végül is ez a hatalmas megtiszteltetésért, ezt nagyon őszintén mondom, és én gondolom, hogy bárki lenne a Vörösmarty Társaság elnöke, az így érezné, hogy ez az ország egyik legrégebbi irodalmi közössége, rátekint az ország erre a közösségre, rátekint az ország, ezt merem mondani, és azzal az elszántsággal, meg azzal a hittel és szolgálatkészséggel álltam neki, ami talán szükséges ahhoz, hogy az ember eredményes tudjon lenni, és ezt a közösséget ezt tovább tudja vinni azon az úton, ami már volt tulajdonképpen. Föltétlen szeretném megemlíteni azt, hogy ennek az időszaknak a legelején én hallottam olyan véleményeket, hogy halvány a fehérvári irodalmi élet. Ez valószínűleg, hogy abból adódott, hogy előtte volt egy csodálatos generáció. A Takács Imre, Bokros János, Bódás János, Kalász Márton, Szopori Nagy Lajos, és így tovább, és így tovább.
És ezt én egy kicsit erősítésnek is éreztem, vagy pontosabban magamra nézve éreztem ezt erősítésnek, hogy hát utána kell eredni ennek a generációnak, és most merem mondani, ez nem az én érdemem nyilvánvaló, de merem mondani, hogy ebben a városban egy nagyszerű alkotóközösség van, irodalmi alkotóközösség. Megerősítem. Tehetségesebb, vagy már kiforrott nagyszerű költők, írók, hát persze örülök, hogy megerősítettél, és te tudod ezt a legjobban. És itt nem arról van szó, hogy van a városnak egy-két kiemelkedő képességű költője, írója, amelyik minden ehhez hasonló településnek van. Úgy látom, országos szinten, hanem ez egy nagyon masszív, nagyon erős, több írót, költőt magába foglaló közösség. Mi tudjuk valamennyien, hogy az ország összes jelentős irodalmi folyóiratában megjelennek a fehérvári költők, írók, határon túl megjelenő irodalmi folyóiratokban rendszeresen szerepelünk. Én azt érzem, hogy nagyon, nagyon szívesen várják az írásainkat, sőt, hát már kérik is sokfelé. Tehát, és itt azért majd ne felejtsük el ezt a határon túli. Igen, megérkeztünk a határon túli irodalom napjaihoz, illetve nem csak a határon túli irodalomról fogunk beszélgetni, hanem egy nem különben nagyon-nagyon fontos, ami része az életednek, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neked, Donkanyar. Az én személyes életemnek az ehhez kapcsolódó része az a legszívet melengetőbb, ami létezik. Először is, ugye van nekem, te nagyon jól tudod, egy Rongyá olvasott könyvem. Az a címe, hogy Ének a Don hőseiért, boldogult emlékű Püski Sándor barátunk kiadásában, ahol mindenki szerepel, aki él és mozog, Utasi Józseftől Serfőző Simonon át, nem sorolom fel, Csóri Sándor és a többiek. És valahol ez elkezdődött, hiszen ez a kötet a példája annak, miként lehet előásni a dicső múltunkból, és méltóan emlékezni rá. Donkanyar, zarándokutak, emlékkápolna, könyvek, előadások, és legfőképpen emlékezés olyan szinten, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkra ráfér. Most te mindig megkönnyeztetsz engem a beszélgetéseink során. Hát ez egy olyan téma, hogy tényleg mindig meghatottad, tudok csak róla beszélni. A jó Istentől kaptam ezt a lehetőséget, hogy ezt az ügyet én elkezdtem, és véghez vittem, vagy talán még egy kicsit van is benne valami szerepem. Tudod, amikor 91, tehát az annyit jelent, hogy 25 évvel az első zarándokút után én még mindig olyan leveleket kapok a zarándok társaimtól, mint amilyet kapok, vagy akár hova megyünk el a második magyar hadsereggel kapcsolatos rendezvényekre. Ott olyan szeretettel, olyan megbecsüléssel vannak irántam, aminél nagyobb jutalom vagy kitüntetés nem kell. Tudod, amikor az embernek a 91 néhány éves bácsi megszorítja a kezét, és x-szer mond köszönetet nekem azért, amit csináltam vagy csinálok, hát annál nagyobb. Tudod, erről is sokszor beszéltünk, ez a mindennapos Kossuth díj. Igen. Amit az ember megkap. Határozottan. És ha már határon túl, igen, erről azt hiszem egy napot lehetne beszélgetni. Csak önmagában a Donkanyar kápolna történetéről, de áll, itt van, és méltók egy hely, azt hiszem. Esztendőről esztendőre tapasztaljuk, hogy egyre többen lesznek, akik nem divatból járnak oda, hanem azért valóban hisznek abban az elvben, amit a maga kápolna képvisel. Viszont a határon túli irodalom még fontosabb, hiszen körbevesszük magunkat te önmagunkkal, ahányszor jönnek a vendégeid,
mindig otthonról hazajönnek, ezt nem elmondják. Kárpát-Ukrajna helyett Kárpátalját mondok én. Igen. Kárpátalja délvidék, felvidék, Burgenlandból, a magyar Igen. területekről, és most már mindenhonnét. Igen. Hogyan sikerül fenntartani a határon túli magyar irodalommal a kapcsolatot olyan szinten, hogy ez napi kapcsolat és nem akció? Az akcióknak ugyanis, az akció szó ez büdös ebben a kérdéskörben. Abszolút igazat adok veled, a szívemből beszélsz. Ezek 16 éve napi élő kapcsolatok. Megint csak azt mondom, hogy te ezt nagyon jól tudod. Tehát itt az évek során, a kezdetektől olyan nem csak szakmai, irodalmi munkakapcsolat alakult ki, hanem olyan barátságok, amelyek örök időkre szólnak, időt állok. Tudod, itt olyan szellemi, lelki összefonódás, kapcsolat van, ami eltörölhetetlen. Tehát én ezt tartom, ha kérdeznek, már pedig gyakran kérdeznek erről, én ezt tartom egész pályafutásom egyik legnagyobb eredményének, ezt a sok barátságot. Nos, barátság, azt hiszem, hogy ez a szó mindösszesen csak 8 betű, de sokkal többet jelent, és többet is ad, mint általában, hiszen azért felismerszik a jó, úgy tűnik. Milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést, hiszen azért azt hadd mondjam el, ebben az esztendőben már Jósika Miklós díjban részt is részesültél régebbi. Jószerűen minden díjad megvan, ami lehetséges. No, de hát a vízpolgári cím az teljesen más. Mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést? Hát talán az első gondolatom az, hogy úristen, már megint. Én nagyon sok elismerést kaptam már az életben. Nem az én dolgom ezt eldönteni, hogy érdemtelenül vagy sem, vagy jogosan vagy sem. Van az ember életében olyan szakasz, amikor meggyőződéssel mondhatja azt, hogy hát engem ez nem érdekel, nem érdekelnek a díjak. Nem azért csinálom, ez van, aki meggyőződésből mondja, van, aki nem. Amikor azt viszont mondhatom, hogy amikor olyan nagyon nem volt fontos. És ez valószínűleg azért van, mert akkor még az ember nem eléggé elégedett magával. Tehát amikor még hiányérzeted van, meg úgy gondolod, hogy még sok tennivalód van, akkor képzelem azt, hogy akkor az embert nem nagyon érdekli. De amikor eljutottunk oda, hogy közel a 70. életévemhez egy olyan irodalmi díjban részesültem, ami nekem egyrészt nagyon nagy meglepetés volt, másrészt pedig nagyon nagy megtiszteltetés. Akkor éreztem azt, hogy hát ez talán, vagy egészen biztosan azért az embernek az egész életét elismerő díj. És ezt különösen érzem most, amikor még egyszer mondom neked, hogy ennek a városnak, ennek a fantasztikus, csodálatos Székesfehérvárnak a díszpolgára tudok lenni. Hát két dolog, ami ilyen egészen mély belső lelki oka ennek, az egyrészt az, hogy a feleségem nagyapja, Csitári Emil, néhai polgármester, és ez még inkább büszkévé tesz, hogy ennek a városnak a díszpolgára lehettem. A másik pedig hát az, ami az embernek a jövője, nem biztos, hogy a földi jövendő, de a jövője az az unokáim, akiktől talán remélhetem majd, hogy a büszkék lesznek a nagypapára. Amen. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok
És egy dolgot kifelejtettem, hát a 70. születésnapodon megjelent kötetről majd fogunk beszélgetni, és ezt a nézőknek is ígérem, szerzőtársaiddal együtt természetesen. Köszönjük szépen. Köszönöm egyszer, és gratulálunk. Köszönöm. Kedves nézőink, Bobori Zoltánnal hallhattak egy beszélgetést, és láthattak Székesfehérvár díszpolgárával. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.